The both teams wanted to win. Jor didn't win this season, so they play at home. They gave everything to win. The both teams had one, two chances to score. We are not satisfied with the result, but I think they have 4 points, but they still in the fight for the league. Így van, gyakorlatilag ugye mind a két csapat nagyon szerette volna ezt a mérkőzést megnyerni. Mindkét csapatnak volt egy-két lehetősége a gólszerzésre, de természetesen ez a győzni akarás látszódott és érződött a pályán. Az egészen biztos, hogy a Győr ugye idén még nem tudott nyerni, de ennek ellenére, hogy 4 pontja van, egész biztos, hogy a végelszámolásnál ott lesz az élen. Az első félidőben, mint hogyha kicsit nehezebben ment volna a védekezés, a második félidőre aztán ebből a szempontból összeszedte magát a csapat. In the first half, it looked that our defense was not working so well, but in the second half, we got up to the level that we usually are. The first half, the first 20 minutes, we had some problems in our pressing movements because when we were in the defending organization, because they start with three central defenders. Camber make the third one, and we miss these 20 minutes with a bad organization. But after we correct this, I think we control the game. And the both teams play well, but we are not satisfied with 1 point. Hát az eredménnyel nem vagyunk elégedettek, ugye a Győr gyakorlatilag ugye a három belső védővel állt fel, ugye a Camber volt a harmadik, emiatt az első 20 percben voltak problémáink a szervezettséggel, és azzal ugye nyomás alatt tartsuk őket, de ezt követően aztán sikerült, ahogy te is mondtad, összeszedni magunkat, és innentől kezdve kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, amit mi tudtunk szerencsére irányítani, de az eredménnyel ennek ellenére nem lehetünk elégedettek. Az első fél időben simán eldöntettük volna a mérkőzést, hiszen 1-0 volt kapufánk. Én szerintem volt egy 100%-os 11-esünk, amit nem kaptunk meg 1-0, azt gondolom, hogy döntők, és volt 1-0 még 2-3 olyan lehetőségünk, ha azt ki tudjuk használni. 2-3 gólos előnyel tudtunk volna szert tenni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzést játszott mind a két csapat, szerintem itt is, és a tévé előtt is jól szórakozhat a közönség. Második fél időben is nekünk is megvoltak a lehetőségek, a videótonnak is. Én nem azt mondom, hogy igazságos eredmény született, de én elmondom, hogy ami az egyik oldalt sárga lap, akkor a másik oldalt is azt gondolom, és akkor lehet, hogy mi is egy picit azok a játékosok, akik sárga lapot kaptak, az első szituációja lehet, hogy nem kapják ugyanúgy, mint a másik oldal, és mi is bátrabban, még bátrabban játszunk középpályán. Úgyhogy amíg az egyik oldal sárga, az a másikon nem. De nem szeretnék vele foglalkozni, mert azt mondják, hogy a játékvezetővel foglalkozom. Egy nagyon jó mérkőzés volt, ahol azt gondolom, hogy most már csak óta nincsen szerencsénk, hiszen akkor még egyszer mondom, kapufát rúgtunk, lehetőségeink voltak, el tudtuk volna dönteni a mérkőzést. A meccsnek a fordulópontjaiban most nem jól jövünk ki. Úgyhogy de gratulálok a csapatnak, és nagyon szépen köszönöm a közönségnek most már csak óta ezt a kitartó szurkolását. Én azt gondolom, a szurkolók is megérdemelnék már, hogy nyerjünk, és a csapat is.